Bechtel Helga 2 éve költözött vissza szülővárosába, Bonyhádra. Már gyerekkor óta rajzol, számára ez a hobbi kikapcsolódást, valamint önmaga kifejezését jelenti. A rajzaim azok teljesen belülről jönnek, ami megfog. Tehát az önálló alkotásaim azok teljesen a fantáziám szülöttei. Tagja vagyok egy rajzos csoportnak, ott hétről hétre van egy hívószó, amire lehet rajzolni, úgyhogy néhány munkám egy-egy ilyen témára készült, illetve vannak illusztrációim is, amik meg hát irodalmi művek, ihlette képek. Az alkotó rajztanári diplomát szerzett, viszont csak 2 évig dolgozott a szakmájában. Tudását, tapasztalatait szakkörökön és táborokban adja át a fiataloknak. Tavaly a Kafka fia című műhöz készült grafikáival részt vett a budapesti illusztrációs fesztiválon, melyen első helyezést ért el. Addig élmény, amíg hobbi. Tehát nem gondolom, hogy belőle most illusztrátor lesz, miután megnyertem ezt a díjat. Sokkal jobban szeretek olyan művekre rajzolni, amit én választok ki, és abból lesz az igazi alkotás szerintem. A kiállítás március 1-jéig tekinthető meg a Bonyhádi Művelődési Központ kiállító termében.